szerelme, áldom neved, végtelen kegyelmeddel, te hoztál újra el. Általad szabad vagyok, ezért most mindent átadok, eléd állok Istenem, dicsérlek, mert megmentettél. Lórad zen, énekel, háztetőkről hirdetem, hogy bennem él.
húsvérén át, bátran lépek hozzád, szent karjait közt otthon thank you.
élő Úr dicséretét. Értem halt meg, feláldozta az életét. Én hirdetem az élő Úr dicséretét. Száz meg száz dal nem tudná elmondani a te nagyságodat. Even thousands of songs cannot describe your greatness. És a szívünk telve van veled, Istenem. And our hearts are just filled with you. Azért, amit tettél értünk. Because of all that you have accomplished for us. Hogy örök életet adtál nekünk. You have given us eternal life. Hogy nálad otthon vár. And that with you we have a home.
Köszönöm, hogy így vagy jelen közöttünk, és így lehetünk veled közösségben, Uram. And thank you, Lord, that you are present with us like this, and we have communion with you like that. Kérlek, Uram, hogy szólj hozzánk, és várunk a te szavadra. I ask, Lord, that you would speak to us this morning, and we are waiting for your word. És tiéd legyen minden hála és dicsőség, Uram. And let all glory and thanksgiving be yours. Amen. Amen. Na hát, jó reggelt, sziasztok! Good morning, everyone. Remélem, jól vagytok. I hope you're doing great. Kaptok elég levegőt? I hope you have enough oxygen. Nem, mi? Igen, erre a válaszra számítottam. Na, arra kérlek benneteket, ha kezdetek ügyében van a telefon, és meg tudnátok tenni, akkor osszátok meg most ezt a közvetítést, mert nagyon erősen az evangéliumról fogok beszélni. And also, if you have your phones with you just now, make sure to share this live stream to your social media, because we will be talking about the gospel. Hogy mi az evangélium, és hogy egy kereszténynek hogy kéne ezt így megosztani. We will be talking about what exactly the gospel is, and how as Christians we are supposed to share it with others. És ne ijedjetek meg ettől. Don't be scared of this. Mert inkább fel foglak benneteket szabadítani ebbe a témában, hogy meglátjátok. Because really I'm trying to liberate you in this topic. Mert a kereszténység igazából mi? Lélekmentés, nem? Because what is Christianity really? It is about the saving of souls. És tudjátok, persze rakódott rá teológia, meg stb. Minden más, de igazából arról szól, hogy lelkeket mentünk Istennek. And of course it has been weighed down by theology and different theories, but really at the fundamental it is about saving souls. És mindannyiunknak, aki tanítvány, egy küldetése van, hogy ezt tegye, hogy megossza az evangéliumot másokkal. And all of us who are Christians and disciples of Jesus, it is our mission to share the gospel with others. És így voltak egyébként a korintusiak is. And this is exactly how the Corinthian church was as well. Közben nyissátok ki a Bibliátokat az első korintusi levélnek az első részénél. So if you have your Bibles with you, make sure to open it to 1 Corinthians chapter 1. Úgy néz ki, hogy ők is el akarták érni az embereket maguk körül a városukban. It seems like the Corinthian church wanted to reach the people around them in the city. De azt érezték, hogy az üzenetük, amit át akarnak adni, az őrültség az embereknek a szemébe. But they felt like the message that they wanted to communicate to the people around them was crazy. És ez is a mai üzenetemnek a címe, őrültség. And so this is the title of today's message as well. És utána van egy kérdőjel, meg egy felkiáltójel. So crazy with a question mark and an exclamation mark. Mert föl is tenném a kérdést, hogy ez őrültség? And I would like to ask you the question, is it crazy? De látni fogod, hogy igen, a világ szemében ez őrültség, az üzenetünk. And yes, you'll get to see that in the eyes of the world, our message is foolishness and crazy. És gondolkodj velem, mi az üzenetünk? So let's just think together, what is our message? Hogyha tényleg azon gondolkozunk, hogy lelkeket mentünk. If we are really about saving souls. Nagyon egyszerűen az az üzenetünk, hogy te bűnös vagy. Just very simply put, our message is that you are a sinner. És egy zsidó ács 2000 éve meghalt érted. And 2000 years ago a Jewish carpenter died for you. És ha ezt elhiszed, hogy érted halt meg. And if you believe that he died for your sake. És hogy ő föl is támadt egyébként. And that he was resurrected. Akkor a mennybe mész és üdvözülsz. Then you will go to heaven and you will have salvation. Ez őrültségnek hangzik egyébként. And that sounds completely crazy. És teljesen megértem a korintusiakat, hogy ők is így, főleg egy olyan városban, hogy így, ez elég gáz ez az üzenet. And so I can completely identify with the Corinthians thinking, well, this is kind of crazy to share with the world around us. De ezért küldött minket Isten. But this is exactly why we were sent by God. Ahogy Pál is mondta a múltkori óránknak a végén a 17. versben. Just as Paul said in chapter 1 verse 17 last time. Hogy azt mondja, hogy nem azért küldött Isten, hogy kereszteljek. He said Christ did not send me to baptize. Hanem azért küldött, hogy az evangéliumot hirdessem. But to preach the gospel. Ne felejtsd el, mondja ezt a legnagyobb teológus a világon. And he himself says this as the greatest theologian in the world. Azt mondja, azért jöttem, hogy az evangéliumot hirdessem. He says, I have come to preach the gospel. És nem bölcselkedő beszédekkel. And not with wisdom and eloquent speech. Azért, hogy a Krisztus keresztje nehogy elveszítse az erejét. So that the cross of Christ not be emptied of its power. Miről beszél itt Pál? So what is Paul talking about here? Azt mondja, hogy nehogy az embereket a bölcselkedő beszéd vonzza. Paul is saying basically, I don't want people to be enticed by
eloquent speech. Hanem inkább a Szentléleknek a munkája, aki a megtérésre is vezeti őket. But rather it should be a work of the Holy Spirit that is leading them into salvation. Hogy jutott Pál erre a következtetésre? És ezért nagyon érdekes. So how did Paul get to this conclusion, which is quite interesting? Majd nézzetek utána esetleg otthon, az Abcsel 17-ben látjuk Pálnak az aténi szolgálatát. So you can look this up at home. In Acts 17 we see Paul's ministry towards or in Athens. Ott látod, ahogyan bölcselkedő beszédekkel megpróbált megnyerni bölcs embereket. We see that he's giving out or giving a speech with eloquent words and to a group of wise people or council of wise. De nem sok eredménye lett. But it wasn't really fruitful. És el se jutott addig, hogy kibe kéne hinni. And in that speech he didn't even reach the point about who should we believe in. És utána megy Pál Korintusba. And after that Paul goes to Corinth. És ezért azt hiszik, hogy Pál itt megtanult egy nagyon erős leckét az evangéliumról, az evangelizációról. And so from his previous experience Paul has learned a valuable lesson about outreach. És aztán amikor már a korintusiakhoz ment, akkor már teljesen máshogyan ment. And so when he went to the Corinthian church, he went there in a completely new way, a different way. Hiába voltak a korintusiak nagyon bölcsek, meg tele filozófusokkal. Even though the Corinthian church was full of wise people and philosophers. Ő azt mondta, hogy egyszerűen fogom hirdetni nekik az evangéliumot. Except he said, instead he said, I'm going to preach the gospel very simply to them. Krisztus keresztjének az egyszerűségével fogok közéjük menni. Then instead I'm going to take the gospel to them with the simplicity of the cross of Christ. És mindegy, mit gondolnak rólam. And it doesn't matter what they believe or what they think of me. Hagyom, hogy a Szentlélek meg munkálkodjon, tegye, ami a dolga. Instead I will allow the Holy Spirit to work as he wills. Ott már nem próbáltam megnyerni őket szép beszéddel. He didn't try to win them over with eloquent speech. Nem hozott mély gondolatokat, meg körítést. He didn't bring any, extra thoughts, or he didn't go on and on about it. Csak azért, hogy elfogadhatóbbá tegye ezt az őrült üzenetet. Just to make this foolish message a little bit more acceptable to the world. Úgy adta eléjük, ahogy van. He just served it up as it was. Később majd látni is fogjuk, emlékezteti is a korintusiakat az 1 Korintus 2-ben. And later on we will see this, he will remind the Corinthian church about this in 1 Corinthians 2. Ott az első két versben látod, ha kicsit arrébb lapozom. In the first two verses there. Azt mondja, nem úgy jöttem közétek, mint aki ékes szóló, meg nagy bölcsességekkel. He says, when I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom. Mert elhatároztam valamit. But I resolved something. Hogy csak Jézusról fogok beszélni, és róla is, mint megfeszítettről. That I know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. És ez az, amit nekünk is meg kell ragadni keresztényként, ha engedelmeskedni akarunk annak a parancsolatnak, hogy menjünk és hirdessük az igét. And this is something that we as Christians have to hold on to and grasp really if we want to take this message of the gospel to the world. El sem tudom mondani, hogy hány olyan beszélgetésre tudok visszaemlékezni. I can't even tell you the number of conversations I can remember. Amikor próbáltam tényleg így bölcselkedni, meg okoskodni, és valakit így beérvelni Isten országába. When I was really trying to convince someone about the kingdom of God, and I was really trying to convince them with my own wisdom. Hoztam a bizonyítékokat. I brought up all these proofs and evidence. Ó, persze, hogy ott van Noé bárkája valahol ott fönt, persze, hogy ott van. Of course there is some remnants of the ark, Noah's ark somewhere. És le is fényképezték, és hoztak belőle darabokat. And it has been taken, people have taken pictures of it and you can take pieces from it. Meg a Föld az nem lehet ennyi ezer éves. And of course the planet cannot be this and this many years old. Hiszen csak Isten ennyi idő alatt teremtette. Because God created it in so many or in this much time. Szóval mentem tovább a holdpor, meg nem tudom, biztos ismeritek ezeket a magyarázatokat. So I just went on and on about all these different evidence about what's out there. És azt vettem észre, hogy sehova nem vezet. And what I realized is that these conversations never led to anything. Csak próbáltam a kereszténységet
valahogy így megmagyarázni, hogy nézd, ezt meg lehet magyarázni, ez érthető, fölfogható. But really what I was trying to do is explain Christianity and explain it away in a way that could be understood. Hogy ez nem őrültség. Saying that this is not foolishness. Mert milyen gáz, hogy én, amiben hiszek, azt őrültségnek nézik. Because it would be so lame to admit that what I believe in is considered foolishness. Érezted már magad így, egy ilyen beszélgetésben? Have you ever felt like this in a conversation yourself? De tudod, mint minden esetben el se jutottam odáig, hogy egyébként kibe kéne hinni. But in no occasion did I ever get to that stage of telling them who they should believe in. Mert azonnal vita támadt. Because it always just ended up in argument. És akkor belebonyolódtam, és borzasztó lett a vége. And then I got legtöbb esetben. And I got all tangled up, and then it was just horrible by the end of it. Pedig az üzenet nagyon egyszerű, és hogyha szeretnéd fölírni, akkor itt az ideje, teljesen egyszerű. Even though the message itself is very very simple, and if you want to note it down just now, this is the time to do that. Hogy Jézus, az Isten fia eljött ebbe a világba, mint egy zsidó kisbaba. That Jesus, the very Son of God, came to this world as a Jewish baby. Felnőtt, egy ács lett belőle, tényleg. He grew up, he really did become a carpenter. Meghalt az akkori legdurvább halállal, ami létezett. He died the most cruelest of deaths that existed at the time. A bűneink miatt. Because of our sins. Harmadnap ő feltámadt. On the third day he was resurrected. És visszament a mennybe. And he went back to heaven. Ha ezt elhiszed, üdvözülsz. And if you believe this, you are saved. Kész, ennyire egyszerű az egész. And this is it. That's how simple it is. És azt gondolom, hogy ha ragaszkodtam volna ehhez az egyszerű igazsághoz. And I believe that if I had just held on to this very simple truth. És legalább annyit imádkozom ezekért az emberekért, mint amennyit vitatkoztam velük. And if I would have spent as much time praying for these people as I did arguing with them. Akkor könnyen lehet, hogy már megtértek volna. Then maybe these people would have been saved already. Mert ilyenkor én félreállok, és a Szentlélek munkálkodik. Because then I take a step back and I allow space for the Holy Spirit to work. Mert a Szentlélek munkája az, hogy valaki megtérjen, nem a tiéd meg az enyém. Because in every single time it is the work of the Holy Spirit that somebody receives salvation and not yours. És a megtérés az szükséges, hogy ezen egyszerű üzenet által legyen. And the very salvation depends on this very simple message. Ahogy mondja is Pál a 18. versben. Just as Paul says in verse 18. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek az ereje. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Sok görög filozófus szemében ez az üzenet, amit előbb elmondtam, ez bolondság, őrültség volt. This simple message that I have just told you a few minutes ago, in the eyes of some Greek philosophers, was considered complete foolishness. És tényleg nézzétek meg majd ott az Apcsa 17-ben az athéni szolgálatot. And really go back to Acts 17 and see Paul's ministry to Athens. Amikor Pál hozta a jobbnál jobb érveit, when Paul brought up his explanation after explanation, akkor azt látott, hogy kigúnyolták. What we see as a result is that he was mocked. És elutasították. He was rejected. Azt mondták, majd meghallgatunk máskor, menj innen. They said, oh well, we'll come back another time and listen to you. Szóval ez az üzenet, ez egy bolondság volt nekik. So for them, this message was foolishness. Ahogy mondja Pál, ezt tudnotok kell, a keresztről való beszéd, az bolondság egyébként azoknak, akik elvesznek. So Paul is saying this to them as a reminder that whenever you speak of the cross, for the world it will sound like foolishness. De Istennek az ereje azok számára, akik hisznek. But to those of us who do believe, it is the power of God. Mert figyelj ide, Jézusnak szükséges volt, hogy meghaljon értünk. Because it was necessary for Jesus to die for our sake. Mert azzal, hogy feláldozta magát értünk, a kereszten azzal nyitott nekünk ajtót, hogy üdvözüljünk, hogy a mennybe menjünk. Because by sacrificing himself on the cross, he opened the way for us to enter into heaven. És csak az ő kiontott vére volt képes örökre eltörölni a bűneinket. And it was only his blood shed for our sake that was able to cleanse our soul from sin. És csak az ő halála volt képes betölteni a törvénynek a követelését a bűn miatt. It was his death alone that could satisfy the demands of the law. Csak az ő halála által szabadultunk meg a bűn zsoldjától, a haláltól. And we are freed from the wages of sin only because of his death. És örök életet kaptunk. And we have been given eternal life. És
nincs többé szenvedés. And there's no more suffering. És csak az ő kereszthalála által menekültünk meg a bűn hatalmától is. And it was only by his cross alone that we are liberated from the power of sin. Majd nézzétek meg a Róma 6-ban ír erről Pál. Look up Romans 6 where Paul writes about this. Hogy megszabadított minket a kereszt, az megtörte a bűn hatalmát fölötted meg fölöttem. That the cross broke the power of sin over your life. Hogy nem kell a bűnt tennie egy kereszténynek, hogy mondhat nemet rá. That we don't have to sin anymore because we have the power now to say no to sin. Dönthetek úgy, hogy nem teszem. And I can decide that I resist it. Mert már nem vagy a rabja. Because you're no longer a slave to sin. Ez csak Jézus tudta megtenni, és az ő halála az, ami felszabadított minket. And this was only accomplished by Jesus alone and his death on the cross. És csak az ő kereszt halála által van egyenes utunk a mennybe. And it is only because of his cross, death on the cross that we have a straight path into heaven. Ahol meg már nem lesz bűn. Where there is no more sin. Hogy lesz egy hely, ahol Isten a bűnnek a jelenlétét is elveszi majd. Where there will be a place where God will take away the very presence of sin. Elragadtatunk, vagy meghalunk, és ott leszünk vele. We will either die or be taken, and we will be reunited with God. Egy olyan helyen, ahol már nincs bűn. In a place where there is no more sin. Látod, a keresztről való beszéd és tudomány az őrültségnek hangzott a görögöknek. So you see, talking about the cross and understanding the cross always sounded like foolishness to the Greeks. De senki nem kerülheti el a keresztnek a botrányát, azt mondja Pál. But Paul says that no one can escape the scandal of the cross. Aki üdvözülni akar, nem kerülheti ezt el. If you want to be saved, you cannot escape this truth. Látod, az üzenetnek azért kell ilyennek lenni, mert az embereknek meg kell magát alázni előtte. This message has to be so simple in this way because people have to humble themselves before this truth. Bárki az. Whoever this person may be. Tudós, filozófus, bárki. Whether it's a philosopher or a scientist. Ezen az egy úton üdvözülünk mindannyian. This is the only way for us to receive salvation. Hogy megalázzuk magunkat ezelőtt az üzenet előtt. If we humble ourselves before this message. És igen, ez az okosabbaknak nehezebb. And yes, for those people who are wiser or know more, this is harder to do. De értsd meg, hogy ez az, ami megmenti az embereket, nem más. But we have to understand that this is the only thing that saves people and nothing else. Jézus beszélt egyszer egy farizeusnak egy hasonló történetről. Jesus told a similar story to someone. Majd nézzétek meg a János 3-ban, biztos ismeritek a történetet. You might know the story already in John chapter 3. A kereszt haláláról beszél egyébként ennek a farizeusnak. And Jesus is talking about his own death on the cross to this Pharisee. És azt mondja, hogy úgy lesz ez, mint Mózes idejében volt. And he says it will be like it was at the time of Moses. Mózes idejében a nép egyszer fellázadt Isten akarata ellen. Because nem egyszer, de ez az egyik történet. At the time of Moses there was there were several occasions when the people rose up against the will of God. És kígyókat bocsátott rájuk Isten. And as a result of that, God let all these snakes upon the nation. Megharapták a népet. And these snakes bit people. Haldokoltak. And they were all dying from this. És azt mondta Isten Mózesnek, hogy van egy út, ahogy megmenekülhetnek. And then God said to Moses, there is a way for people to be saved from this. Csinálj egy bronz vagy rész kígyót. He asked Moses to make a bronze snake. És tűzd egy pálcára. And to put it up on a stick. Emeld fel. Lift it up. És aki csak fölnéz rá, az meggyógyul. And whoever looks up on this will be saved. Őrültség az üzenet, nem? Which itself sounds crazy again, doesn't Szinte it? Hallom, ahogy egymással veszekednek, hogy persze, majd akkor fogok meggyógyulni, ha fölnézek arra a vas valamire, persze. I can kind of hear people talking amongst themselves in the crowd saying, oh, this is crazy, I'll be saved if I look upon this. Pedig csak oda kellett nézni. But all they had to do is look upon it. És aki ránézett, engedelmeskedett ennek az egyszerű üzenetnek, az meggyógyult. And those who obeyed this very simple message were actually saved. Jézus ezt a példát hozza, azt mondja, ugyanúgy lesz velem is, én is így fogok fölemeltetni a kereszten. And Jesus brings this very simple message again as an example of how he will be lifted up on the cross.
És utána arról beszél, hogy mert Isten szereti a világot. Because he says that God loves the world. És azt szeretné, hogy aki hisz, annak örök élete legyen benne. And God wants people who believe in him to have eternal life in him. És aki hisz, az nem fog elveszni. And whoever believes will not die. Mert nem azért küldte Isten a fiát a világba, hogy elítélje a világot. Because God did not send his son into this world to condemn the world. Hanem azért, hogy üdvözüljön a világ általa. But to bring salvation to this world. Ezzel az egyszerű üzenettel. Because of the power of the simple message. És aztán ezt ránk bízta, hogy ezt mi vigyük el az embereknek, a világnak. And then he entrusted us with this simple message to take it into the world. Ugyanolyan bolondság, mint a részkígyó. And it sounds just as foolish as it was at the time of the snakes. De akik felnéznek rá, azok élnek. But whoever look upon him will live. És ez az üzenet, ez nálad van. And you have this message within you. És szeretnélek felszabadítani ebbe, hogy ez mindig örültség lesz mindenkinek. So I just want to liberate you a little bit from these thoughts because this message will always sound like foolishness to the world. És Jézus azt mondja János 14-ben. And Jesus says in John 14. Én vagyok az út, az egyetlen út, az igazság és az élet. He says, I am the way, the truth and the life. Senki nem mehet az atyához. He says, no one comes to the Father. Csak rajtam keresztül, általam. Except through me. Ez a zsidó ács azt mondta. This is what this Jewish carpenter says. És ma is ez az üzenet. And this message still holds true today. Igen, meg kell alázniuk az embereknek magukat előtte. Yes, people have to humble themselves before this message. És én szinte biztos vagyok abban, hogy Pál ezt ilyen figyelmeztetésként írja a korintusiaknak. And I'm almost certain that Paul is writing this message as a word of warning to the Corinthians. Hogy mondja nekik, hogy figyeljetek, lehet, hogy nem tűnik ez olyan nagy bölcsességnek. Because he's saying to them, well, maybe this is not something wise or lofty. Mert nagyon egyszerű az egész. Because it is so simple. És tudjátok, azon gondolkoztam, hogy minél távolabb kerülünk a történelembe tőle, annál őrültebben hangzik, nem? And then I was thinking that as the further we go away from the events of the cross, it sounds all the more foolish. De Pál azt mondja, nagyon fontos, hogy ezt megtartsátok. But Paul says it is crucial that you hold on to this. Nehogy közben, ahogy az embereknek akartok tetszeni, not that while you're trying to please the world, elkezdtek valami más evangéliumot hirdetni. While you're trying to do that, you teach some false gospel. Ami hamis bizonyosságot, biztonságot ad. Which would give a false sense of security to the world. És amiben esetleg nem térnek meg az emberek. And which will definitely not bring salvation to people. Ugye nemrég beszéltünk róla, vannak gyülekezetek, akik kiveszik Jézus istenségét, vagy Jézus keresztjét az üzenetből. Remember not long ago we were talking about how there are churches out there who take away the divinity of Christ from the message. Szóval ma újra emlékeztessük magunkat, vagy jegyezzétek meg ma, hogy az a beszéd, amit mi hirdetünk, az igen, az őrültség, bolondság. So again, just a reminder to you today and every day that what we are talking about here, the gospel itself, is foolishness to the world. Akinek? A világnak, igen, Csilla mondta is, hogy a világnak őrültség. To the world it is foolishness. Egyébként néha ő tanít, és én fordítok. Nem tudom, hogy tudjátok ezt szoktuk csinálni néha, amikor nem tudok készülni. Nem igaz. Szóval, igen, ez őrültség lesz. Ez engem felszabadított. I was liberated by this thought that this will always become or be foolishness to the world. Mert többé nem azzal az elvárással megyek az emberekhez, hogy én ezt meg tudom magyarázni nekik. Because I will never again go to people with the expectation on myself that I will be able to explain it to them. És nem is kell ezzel menned. And you don't have to go to people like that. Mert Isten fölfoghatatlan. Because God is uncomprehensible. És Isten küld minket, hogy osszuk meg az evangéliumot. But he is sending us out to share the gospel with everyone. És szerintem annyira jó, hogy nem kell teológusnak lenni hozzá, hogy ezt megcsináljam. And I think this is so great that I don't have to be a theologian for me to do this. Hogy ezt az egyszerű üzenetet elvigyem valakinek. To take this very simple message to someone out there. És akik hisznek, azok üdvözülnek. And those who believe will be saved. Számomra ez csodálatos, hogy Isten így találta ki. I think this is so amazing that God planned it this way. És Pál is tovább magyarázza ezt, vagy így erősíti bennük. Olvassuk a 19-től a 21-ig. So let's read on how Paul is encouraging them from verse 19. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvettem. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét?
Where is the wise person? Where is the teacher of the law? Where is the philosopher of this age? Has not God made foolish the wisdom of the world? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. For since in the wisdom of God, the world through its own wisdom did not know him, God was pleased through the foolishness of what was preached to save those who do believe. Tehát Isten az ige hirdetésen keresztül mutatja meg magát a világnak. So it says that God will reveal himself through the preaching of his word. Azért, hogy üdvözülhessenek. So that the people would be saved. És az ige hirdetés az nem arról szól ebben az esetben, hogy itt állok és tanítom a Bibliát, hanem te is, amikor az evangéliumot hirdeted, az igét. And the word preach here in the message or in the word doesn't actually mean where I'm standing up here teaching you, but also you going out into the world and taking the gospel to them. És látod, Pál rámutat, hogy a világ, a nem keresztény világ nem ismerte meg, a maga bölcsességében nem tudja megismerni Istent. So Paul is pointing out that the world, just based on its own wisdom, will never be able to know God. Mert vagy azt gondolják, hogy egy ilyen mély és nagyon misztikus és bölcs lényt csak nagyon mély bölcsességgel lehet megismerni. Because the world might consider that someone so great and so mystical and so deep can only be understood in their own wisdom. Hogy Istent valamiféle titkos utakon lehet elérni. That God is only able to be known through some secret passages. És csak a kiváltságosoknak sikerül. And it's only for the chosen few. Vagy azt is hallottam, hogy hát már annyira misztikus ez az egész, hogy nem is igaz. Ez csak mese. Or I have also heard people say, well, the whole thing is so mysterious and so mystical that the whole thing is just a fairy tale. És fontos ezt tudnunk, és értsétek meg, így keresztényként nehéz erre visszaemlékezni egyébként. And so this is something that we as Christians have to remind ourselves of. Hogy Istent az agyunkkal nem tudjuk fölfogni, nem értettük meg. That as human beings we cannot comprehend who God is. Hogy ez teljesen lehetetlen, hogy befogadjuk, hogy kicsoda és micsoda Isten. It is 100% completely impossible for us to fully grasp who God is. Ezért világi bölcsességgel nem is lehet megismerni az Urat. So based on human wisdom, we will never be able to get to know God. A Biblia azt mondja, hogy Istenből csak annyit értünk meg, amennyit nekünk ő megmutat magából. The Bible says that we only know God as far as he is willing to reveal himself to us. Szóval el kell jutnunk oda, hogy a hallandó ember az soha nem tudja elérni Istent magában. So we have to reach this point where we admit that as mortal human beings we will never be able to reach God by ourselves. De Isten nagyon könnyen el tudja érni a halandó embert. But on the other hand, God can very easily reach mortal human beings. A lélek az meg tud érinteni szíveket. The Holy Spirit can touch hearts. És tudod, ez a különbség a kereszténység és más vallások között. And this is the main difference between Christianity and all the other world religions. Mert ha megnézed, a többi vallás azt hirdeti, hogy te neked kell elérned Istent. Because if you look into it, all the other religions out there are saying how you are supposed to work to reach God. Hogy meg kell ezért dolgoznod, hogy elérd Istent. That you have to work to be able to know him. Vicces, de vannak keresztény gyülekezetek is, akik ezt hirdetik egyébként. And it's kind of funny, but there are Christian teachers out there who teach this. Hogy meg kell érte dolgoznod, ki kell érdemelned az Istennel való közössége. That communion with Christ is something that you have to work for and something that you have to deserve. Ezek a vallások és tanítások az embernek a hűségére és a képességeire alapoznak. And these religions and these teachings are always based on human faithfulness and human understanding. Oh, csak a sajátomra gondolok. But even if I just consider my own, már az elején elvesztem. I would have been lost right at the beginning. De a kereszténység, az igazi kereszténység azt hirdeti. But Christianity, real Christianity teaches, hogy Isten elérte az embert. That God was the one reaching out for people. Azzal, hogy ő megdolgozott érte a kereszten. He was the one who worked it out on the cross for us. A kereszténység az nem az embernek a hűségén alapul, meg a képességein. So Christianity is not founded on the abilities or the understanding of hanem humans. Hanem Jézus hűségén és képességein. Instead, it is founded on the faithfulness and ability of Jesus. És ezért mondhatja Isten, hogy ingyen kegyelemből üdvözítem őket. And that's why God is able to say that I will give them salvation
for free by grace. Hát csak akkor ismerhetem meg Istent, ha ő kijelenti magát. I will only be able to get to know God if he reveals himself to me. És csak annyit tudok róla majd, amennyit ő mond nekem. And I will only be able to know him as much as he's willing to reveal. Mert a saját bölcsességem meg értelmem az nem képes őt kikutatni. Because my own understanding and comprehension will never be able to search him out fully. És látod, ezért mondja Pál, hogy ezért tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetésnek az őrültségén keresztül üdvözítse az embert. Which is why Paul is saying that God was pleasing to use the foolishness of what was preached to save lives. Hogy itt van ez a nagy misztikus lény, hatalmas bölcsességgel meg erővel. That there is this great mystical being out there with amazing power and wisdom. És egy egyszerű utat ad az embernek, hogy találkozzon vele. And still he chooses this very simple path to meet humans. Isten nem kéri senkitől, hogy értsetek meg engem. God doesn't ask you to understand him. Azt kéri, hogy higgyetek bennem. He just asks you to believe in him. És üdvözültök és megtapasztaljátok, ahogyan Isten munkálkodik az életetekben. Then you will be saved and you will get to experience the work of his hand over your life. Aki hisz, üdvözül. If you believe, you are saved. És egy közösséget kap ezzel a hatalmas, bölcs, misztikus lénnyel. And you will be given communion with this great mystical being. És ezt az üzenetet adnám mindenkinek, ha itt ültök, vagy néztek a képernyőkön. And if you're sitting here right now, or watching us online from home, this is the message that I would like to convey to you. Hogy az üzenet ez, hogy higgy és üdvözülsz. This is the very message that if you believe, you are saved. Bolondságnak tűnik? Does that sound foolishness? Elég, ha hiszek. Is it enough if I believe? Igen. It is. Igen, elég, ha hiszem. Yes, it truly is enough if you believe. És lehet, hogy azt mondod, hogy hát ezt én nem hiszem el. Biztos valamit kell még csinálni. And maybe you might say to yourself, well, I cannot accept that. There must be something else that I need to do to be saved. Értsétek meg, hogy nem. But you just have to understand that de ez ma is felszabadíthat itt téged, ha keresztény vagy. And even as a Christian, if you're sitting here today, this can liberate you. Tudod, hogy nem tudsz többet csinálni ahhoz, hogy Isten még jobban szeressen téged. Do you know that there's nothing more you can do for God to love you more? Tudod, hogy ma nem kell bizonyítanod Istennek semmit. Do you know that there's nothing you have to prove to God? Mert ő kegyelmes, ő ismer téged pontosan. Because he is graceful and gracious and he knows you fully as you are. Nem csak kegyelem által kell megtérnünk, de abba is kell járnunk. Járjatok benne ma. It's not only that we have to be saved by grace, but we also have to walk in grace and continue to walk in that. Őrültségnek tűnik az ige hirdetés. You see, this, what is preached, the gospel, does sound foolishness. De Isten ezt a módszert választotta. But still God chose this way. És tudod, így küld minket is. And this is how he's sending us out. Róma 10:14-től. We read in Romans 10, arra vagyunk felhívva, hogy menjünk és hirdessük az igét. We are called to rise up and take the gospel. Pál fölteszi a kérdést, hogy hogyan higgyenek, hogyha nem hallották. And then Paul asks, well, how can they call on the one they have not believed in? Vagy hogyan hallják, hogyha nincsenek ige hirdetők? Or how can they hear without someone preaching to them? Mi vagyunk azok, akik el vagyunk küldve, hogy hirdessük ezt az egyszerű üzenetet. But we are the ones being sent out to preach this very simple message. És aztán ott a végén a 17. versben azt mondja. And then right at the very end there in verse 17 he says. Mert a hit az hallásból van. He says faith comes from hearing. És a hallás meg Isten beszéde, Krisztus beszéde által. And the message is heard through the word about Christ. Ami odaadatott nekünk, neked meg nekem. Which is already given to you and I. Ez a teljesen egyszerű üzenet. This very very simple message. Mert sokan sok mindent követelnek Istentől. There are a lot of people out there demanding a lot of different things from God. De ő azt mondja, hogy itt van ez az egyszerű üzenet, ezelőtt alázd meg magad. But he says here is this very simple message before you, humble yourselves to it. Ahogyan itt Pál idejében is. Just as it was at the time of Paul. 22. verstől olvassuk. And from verse 22. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság. Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles. De maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége.
But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. For the foolishness of God is wiser than any human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Ti is emlékeztek rá, az evangéliumokban olvassuk. You might also remember yourself that we read this in the Gospels. Hogy miközben Jézus szolgált, a zsidók folyton csodákat akartak tőle. That as Jesus was teaching his people, the Jews were always looking for signs. Ha te vagy a Messiás, csináld ezt, ha te vagy a Messiás, csináld azt. If you are the Messiah, then do this or that. És egyébként ezek a görögök pedig állandóan a filozófiákat keresték, a nagy mély bölcsességeket. And then the Greeks were always looking for the big philosophies and the great wisdom out there. De az üzenetünk az nem a nagy csodákról, a földi gyógyulásokról szól, ezt értsük meg, ez a következő, amit meg kell érteni. But we have to understand that our message is not really about signs or physical earthly healing. Nem földet rengető jelekről szól az üzenetünk. This message is not about earth-shattering signs. Bár egyébként annyira érdekes, hogy Jézus meg a tanítványai rengeteg csodát tettek ott a zsidók orra előtt egyébként. But it's also important to note that at the same time Jesus and his disciples did a huge number of miracles and signs. És ebben az egyszerűségben olyan bölcsesség rejlik. And there is such great wisdom in this very simple message. Ahogy végignézed, ahogy Isten megvalósítja a tervét a történelemben teljesen egyszerűen. As you look at how God is working out his perfect plan through history. Szóval, hogyha megnézed, több mint 300 profécia van Jézusról a Bibliában. So if we look at it, there are over 300 prophecies about Jesus in the Old Testament. Ezek a proféciák arról szólnak, az egy része, hogy ő uralkodni fog, eljön, mint Messiás. Some of these prophecies about Jesus coming and his rule over the earth. Ezek nagyon tetszettek a vallásos vezetőknek. Which really pleased the religious leaders of the time. De a proféciáknak a másik fele az arról beszél, hogy ő szenvedni fog, meg fog halni. But then the other half of these prophecies are all about the suffering of Jesus and how he's going to have to die. Na, ez a fajta messiás kép, ez nagyon nem tetszett nekik. And that sort of image of the Messiah was really not. Nem akarták elfogadni, hogy a messiásuk, a királyuk az egy szenvedő messiás. They didn't want to accept the fact that their deliverer, their Messiah, their king was suffering. Ezért a kereszt az megütközés lett a zsidóknak, beleütköztek ebbe az igazságba. And so the cross itself was a stumbling block for the Jews because they stumbled on this truth. Mert nem fért bele a messiás képükbe az, hogy Jézus így halljon meg. The image of the Messiah that they have made up themselves did not fit the understand or the description of how Jesus would suffer. És a görögök, akiről még beszélt Pál. And then the Greeks that Paul is also talking about. Nekik az az elmélet, hogy valaki úgy ad életet, hogy közben ő meghal, az egyszerűen nem fért a fejükbe. For them, the theory of someone having to die to give someone else life was something that they just couldn't comprehend. Szerintem ismeritek a görög isten képeket, talán van a fejetekben néhány. I'm sure you remember some gods and goddesses in the Greek mythology. Hogy önzőek és csak magukkal törődtek és kihasználták az embereket. That they are always selfish and then they are always just full of themselves and used people. Ebben nem fért bele a görögöknek az, hogy van egy Isten, aki a saját fiát föláldozza másokért. So with that background for the Greeks to understand that there is a God who would sacrifice his own son was impossible. Ez őrültség volt nekik. And it was complete foolishness. És ezért elutasították. And because of that, they rejected this idea. De nézzetek rá ma erre a nagyon egyszerű és csodálatos Istenünkre meg az üzenetére. But just let's consider this very simple message of our amazing God. Ő feláldozta magát értünk. He did sacrifice himself for our sake. Olyan egyszerűvé tette az üzenetet, hogy még egy gyerek is megérti. And he made this message so simple that a child would understand. Még egy gyerek is el tudja fogadni. That even a child would be able to accept it. Azért, mert ő szeretné, hogy minden ember megtérjen és eljusson az igazság ismeretére. Because what he wants and desires is that all of us would be able to accept this truth and reach salvation. Na, látod, Istennek a bolondsága, a világ szemébe bolondsága. So this foolishness of Christ, or the foolishness according to the world, ugye a keresztről való beszéd, and talking about the cross, az bölcsebb az emberek bölcsességénél.
is actually wiser than the wisdom of humanity. És az ő erőtlensége, az Isten erőtlensége, a világ szemébe erőtlensége. And the weakness of God, the weakness that is in the eyes of the world. De inkább úgy hívnám, hogy szelídsége. Or the humility. Tudjátok, a visszatartott erő, az a szelídség. Humility means the power that's held back. Az erősebb az embereknek az erejénél. That humility, that weakness is more powerful than human strength. És Pál figyelmezteti a gyülekezetet, hogy a világ tudományának a kedvéért ne szakadjatok el az igazi üzenettől. And Paul is reminding the church here that we shouldn't be taken away from, or the wisdom of the world shouldn't distract us from mert, the truth. Mert ez Istennek a bölcsessége. Because that is the wisdom of God. Ez a szelíd hatalmassága, az ereje. This very simple and humble power. És ez az az üzenet, ami meg fogja menteni a szüleidet, a munkatársaidat, barátaidat. And this is the message that will save your parents, your colleagues and your friends. Erre vagyunk hívva mindannyian. And this is what we are called to, all és of us. Azért mondom el, mert ma még jobban kísértve vagyunk, hogy színezzük az evangéliumot. And I'm just saying this to you because we are so tempted today to color the gospel. De nem kell. But we don't have to. Egyszerűen kell róla beszélni, ahogyan Pál. We have to talk about the gospel as simply as Paul did. És nekem ez egy nagy megnyugvás. And to me, this is a huge reassurance. Mert hányszor éreztem úgy, hogy igen, ott az alkalom, meg kéne osztanom az evangéliumot vele, el kéne neki mondanom. Because so many times I felt like, okay, there is this person before me, so I should share the gospel with them. De mozdíthatatlanul a börtönbe zárt az, hogy mi van, ha ő bölcsebb? Mi van, ha nem tudom elmagyarázni? But I was completely numb or like I'm immovable in that thought of, well, what if I'm not able to explain it to them clearly? Mi van, ha nevetni fognak rajtam? Or what if they laugh at me? Menj így neki. Well, just go ahead knowing that. Hogy ez lesz. Knowing that that's what's supposed to come. Nevetni fognak rajtam. They will laugh at you. Nem fogom tudni elmagyarázni. And I won't be able to explain it fully. De nem is kell. But I don't have to. Ez a lélek munkája. Because it's the work of the Holy Spirit. Szerintem néha csak meg kéne tanulnunk félreállni. And sometimes we have to learn to just stand aside. Az evangélium az minden embernek örültség lesz. The gospel sounds foolishness to everyone in the world. Mert ők majd mindenképpen meg akarják érteni, de látod, Istent nem lehet. Because they want to be able to understand it just by their own human wisdom, but there's no way to do that. Mert nem az ismeret fog a mennybe vinni, hanem a hit. Because it will not be your own understanding taking you into heaven, but faith. És szeretném ma ezt adni elétek, hogy vigyétek ma az egyszerű evangéliumot. So this is what I would like to give you this morning, to take this simple gospel. És hogyha nem vagy megtérve, de nézed ezt az alkalmat most, vagy itt ülsz esetleg, és nem vagy megtérve, akkor ez a hit, ez az egyszerű evangélium, ez fog téged megmenteni. And if you're here listening or watching online and you are not a Christian yet, this is that simple message, the simple gospel that will bring you salvation. És lehet, hogy nem érted. And maybe you don't understand it yet. És az agyad hadakozni fog, hogy valami olyat elfogadjál, amit nem értesz. And your brain is putting up this fight against accepting something that you don't understand. De Isten arra kér, hogy gyere, higgy, és megtapasztalod azt, hogy ő beköltözik az életedbe. But God is still asking you to just come before him, believe this message, and you will experience him in your life. És erre bátorítalak, vigyétek az evangéliumot. So let me encourage you again to take the gospel. És az órákon át való vitatkozás helyett inkább annyit legalább imádkozzatok azokért az emberekért. And instead of arguing with people for hours, spend just as much time praying for them instead. És most is imádkozzunk. So let's pray just now as well. Uram, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk és hallhattuk ezt az üzenetet. Lord, we thank you that we get to be here and we get to listen to your word. Azért imádkozom, hogyha vannak olyanok, akik most átadták az életüket neked, akkor kérlek, hogy mentsd meg őket. Lord, I pray that if there are people who are here listening to your message, that you would save them. Atyám, imádkozunk azért, hogy adj nekünk is bátorságot. And Lord, I ask that you would give us the strength and courage. Hogy hirdessük az evangéliumot. To preach the gospel. És adj szavakat a szánkba. And give us the words to say. És köszönjük neked, Uram, hogy te vagy az, aki munkálkodsz. And Lord, we thank you that you are the one who's working it out. És most imádkozunk azokért, akik
akik ott vannak körülöttünk, hogy mentsd meg őket. And Lord, we pray for those people around us in our circles that you would save them. És kérlek, hogy áld meg ennek a napnak a hátra levő részét is. And I ask Lord that you would bless the remainder of today, this day. És áld meg itt is a közösségünket. And I pray that you would bless our community here after service. Meg otthon is, akik otthon vannak. And at home as well. És imádkozunk, hogy szabadíts meg minket ettől a vírus dologtól. And Lord, we pray that you would free us and liberate us from this pandemic. Hogy újra szabadon összejöhessünk. That again we would be able to gather freely. Jézus nevében. In the name of Jesus. Amen. Amen.